milliárdok a civileknek. Péntektől több mint 2,8 milliárd forint működési támogatásra pályázhatnak az egyesületek és alapítványok. Térségi együttműködés. A korábbi rivalizálás helyett a jövőben közösen szeretne fejlődni Nyíregyháza és Debrecen. Tudásfejlesztés az egyetemen, a piacképesebb diploma és a lemorzsolódás csökkentése a célja a Nyíregyházi Egyetem újabb 380 millió forintos projektjének. Működési támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek, ezt Nyíregyháza jelentette be az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Fülöp Attila hozzátette, 5 év alatt 40%-kal nőtt a civil szféra állami össztámogatottsága. 2015-ben már 202 milliárd forintot osztottak ki az alapítványok és egyesületek között. Hazánkban jelenleg mintegy 62 ezer szervezet működik, közülük több mint 2000 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Információs partnerségi napot szervezett a Szabolcs megyei Civil Információs Centrum Nyíregyházán. A találkozón elhangzott, a szabolcsi szervezetek számára kiemelten fontos a kormányhivatal és a centrum kapcsolata. Március 1-e óta van egy nagyon erős közös feladatunk is a kormányhivatallal, az úgynevezett megyei kulturális közfoglalkoztatás, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum gondozásában a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával szoros együttműködésben 200 embernek tudunk ennek keretében munkát adni, és nagyon sok civil szervezetnek a kapacitás problémáit, munkaerő hiányát tudtuk ezzel megoldani. A megyei kormány megbízott beszédében azt hangsúlyozta, a civil szervezetek a települési élet fejlesztéséhez is nagyban hozzájárulnak. A civil szervezetek egy jelentős része az nagyon komoly közösségépítő munkát végez. Olyan munkákat végeznek önök, az önök által képviselt szervezetek, amelyek rendkívül fontosak és értékesek a számunkra. Nyilvánvalóan az államnak megvan a maga feladata, a kormányhivatalnak megvan a maga feladata, de hát a civil élet ezt nagyon jól ki tudja egészíteni, ezt nagyon, nagyon jól képes színezni, és én azt látom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy nagyon komoly civil élet folyik. A rendezvényen a megyei közgyűlés alelnöke is köszöntötte a résztvevőket. Szabó István kiemelte, a civil szervezetek fontos partnerei az önkormányzatnak. Az elmúlt években jelentősen nőtt támogatottságuk. Hazánkban több mint 62 ezer civil szervezet működik, több jogszabálymódosítás is történt működésükben az elmúlt időszakban. Ezek azonban nem ellenük szólnak, közölte az egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. A legtöbb kritikát az ellen a változás ellen fogalmazták meg, amely előírja, hogy azoknak a szervezeteknek, amelyeknek külföldről támogatott bevétele éves szinten meghaladja a 7,2 millió forintot, azoknak bevallási kötelezettségük van. Sokszor hallottuk azt, hogy ez a törvény, ez a civil szféra ellehetetlenítése. Én azt gondolom, hogy aki ilyet mond, az alapvetően nem ismeri a magyar civil szféra helyzetét, abszolút nem ismeri azt, hogy mit jelent Magyarországon azt, hogy egy egyesület vagy egy alapítvány létezik. Magyarországon a civil szervezetek 76%-a az 5 millió forint alatti árbevétellel gazdálkodik. Tehát azt tudjuk mondani, hogy több mint a háromnegyede az első éri az éves árbevételnél az 5 millió forintot. A civilek állami támogatásai közé tartoznak például az önkormányzati vagy a normatíván keresztül kapott anyagi segítségek is. Ezek értéke 2010-ben még 144 milliárd forint volt. 5 év alatt ez 40%-kal nőtt, és 2015-ben már összesen 202 milliárd forintot fordított a kormány a civilek támogatására. A szervezeteket a Nemzeti Együttműködési Alap is támogatja. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 2000 szervezet működik, közülük 250-300 azoknak a száma, amelyek folyamatosan aktívak a pályázatok tekintetében is. A Nemzeti Együttműködési Alap, amely ugye egy minden évben kiszámíthatóan létező pályázat, annak a mostani kiírása, ami a működésre vonatkozik, azt ezen a héten megtesszük. Ami egy kiírás most a Nemzeti Együttműködési Alapból a működésre vonatkozik, tehát civil szervezetek működésre tudnak pályázni, összességében 2,8 milliárd forintért. A
A felhívás december 15-én jelenik meg. Egy hónapig lehet pályázni szervezetenként az egyszeri 100 ezer és 3 millió forint közötti összegre. A NEA forrást az 5 kollégium között arányosan osztják ki. Így a közösségi környezet, a mobilitás és alkalmazkodás, a nemzeti összetartozás, valamint a társadalmi felelősségvállalás és az új nemzedék jövőjéért területek osztoznak a több mint 2,8 milliárd forinton. Az észak-alföldi régió közlekedésének, gazdaságának, turizmusának, oktatásának és kultúrájának fejlesztése szerepel abban az együttműködésben, amelyet Nyíregyháza és Debrecen tervez kötni egymással. A megállapodás célja, hogy növeljék a két város és a hozzájuk kapcsolódó térségek versenyképességét és népesség megtartó erejét, illetve a 2020 utáni új Európai Uniós támogatási rendszerben nagyobb eredményeket érjenek el közösen. Az együttműködést pénteken írhatják alá a települések vezetői. A korábbi rivalizálást a jövőben az összefogás váltja fel. Ezt Kovács Ferenc és Papp László hangsúlyozta azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Nyíregyháza és Debrecen között tervezett együttműködést jelentették be a két város polgármesterei. A megállapodás a két megye székhely közép- és hosszú távú stratégiáinak egyesítését tűzte ki célul. A fő feladatok között szerepel a települések közötti közlekedés fejlesztése is. A négyes kétszer-kétsávossá építését jelenteni, de az elővárosi vasút Nyíregyházától közvetlenül a debreceni repülőtérig szintén megvalósítható. A repülőtér, a két repülőtér összehangolt fejlesztése is ebbe a körbe tartozik. Innen pedig már egy lépés a turizmus közös fejlesztése, többek között a repülővel érkező turisták megfelelő kiszolgálása érdekében. A Nyíregyházán jelenleg folyamatban lévő számos beruházás is ezt szolgálja, így például a Sóstún épülő négycsillagos szálloda, vagy az állatpark új attrakciói is. De az együttműködés a közlekedésen és a turizmuson túl kitér a gazdaság, az oktatás, a kultúra és a civil kapcsolatok területén rejlő lehetőségekre is. Ez nem csak a két város, hanem két város agglomerációra, térségre. Én azt gondolom, nem túlzás azt mondani, hogy az egész régióra pozitívan hathat. És mi belegondoljuk azt is, hogy a határon túli kapcsolataink a mind Debrecennek, mind Nyíregyházának igen kiterjedt, tehát a Felvidék, Kárpátai és Partium vonatkozásában, tehát az ottani városok, testvérvárosokkal, ottani magyarságon való kapcsolattartást is erősíti. A két város, a két térség megerősítése a régió versenyképessége szempontjából kiemelten fontos kérdés, emelte ki a két polgármester. Mint mondták, mind az Európai Unió, mind pedig Magyarország tekintetében az Észak-Alföld a kevésbé fejlett régiók közé tartozik. A mostani együttműködéssel ezen kívánnak javítani. Aki itt születik, az itt tervezze az életét, itt tervezze a jövőjét, és szakítsunk azzal a folyamattal, amely jellemzi ma Magyarországot, hogy Közép-Magyarország és Nyugat-Magyarország, vagy akár Nyugat-Európa inkább ebből a térségből elszívja a munkaerőt. A közös fejlesztési pontok megtalálásával a 2020 utáni időszakra is fel szeretne készülni a két város. Ekkortól ugyanis megváltozik az Európai Uniós támogatási rendszer. Fontos, hogy gazdaságilag úgy erősödjenek meg a városaink, hogy egy csökkentett mennyiségű Európai Uniós forrás alapján is tovább tudjanak dinamikusan fejlődni. Ezt szolgálják a gazdaságfejlesztési folyamataink, és nagy valószínűséggel föl fognak értékelődni a központi brüsszeli források, és föl fognak értékelődni a térségi kapcsolatok, a városok közötti együttműködések. Ez az együttműködési megállapodás már ennek az előjele. A javaslatokat a két város közgyűlés elé terjesztik, amelyek csütörtökön dönthetnek a megállapodásról. A polgármesterek ezt követően pénteken írhatják alá az együttműködés Debrecenben. Piacképesebb diploma és a lemorzsolódás csökkentése. Ezek a kiemelt céljai a Nyíregyházi Egyetem új projektjének. Erre az intézmény mintegy 380 millió forintos támogatást nyert. A felsőoktatás minőségének és hatékonyságának javításán közel 100 oktató dolgozik az egyetemen, illetve az idegen nyelv és a digitális oktatást helyezi előtérbe a 2020-ig tartó projekt. Újabb nagy összegű támogatást nyert a Nyíregyházi Egyetem. A Tudásfejlesztés és Hasznosítás című projekt idén május 1-én kezdődött, és 2020. január 31-ig tart. Ez idő alatt közel 100 oktató dolgozik azon, hogy javuljon a felsőoktatás minősége, hatékonysága és hozzáférhetősége, így piacképesebb diplomát tudnak átadni a hallgatóknak. Ez a 380 millió forint, ez lehetővé teszi azt,
hogy nem csak a hallgatók, általában a hallgatókról szoktunk beszélni, hogy a tudásukat fejlesztjük tovább, hanem ebben az oktatóknak a tudásfejlesztése is benne van. Komplett összetett rendszerről van szó, mert hogy egy Európai Uniós úgynevezett keretrendszerhez csatlakozunk, amelyek ugye a korábbi években már elkezdődtek, ehhez hozzá irányítottuk, hozzá alakítottuk a magyar képzési keretrendszert. Ezért át kell dolgozni azokat a dokumentumokat, amelyek alapvetően meghatározzák a képzést, vagyis hogy a hallgatóknak milyen képessége, tudása és felelősségvállalása legyen. Egy másik elvárás, hogy fejleszték az idegen nyelvű képzéseket is. Nem csak a diákok képességét javítják majd, hanem az oktatók tudását is szélesítik, hogy a külföldi hallgatókkal görülékenyebb legyen a kommunikáció, valamint egyszerűbb az oktatás. De más célja is van a több százmilliós projektnek. Arra is nagyon oda fogunk majd figyelni, hogy legyenek úgynevezett segítő kurzusok, amelyeket azok tudják fölvenni, akiket, hát hogy is mondjam, a lemorzsolódás, a lemaradásnak a szele megcsapott, és talán ezzel tudunk majd segíteni, hogy minél több hallgató bennmaradjon a rendszerben. Ez a folyamat már elkezdődött. Amíg néhány évvel ezelőtt a diplomák több mint 50%-a bent maradt a nyelvvizsgák hiánya miatt, addig a legutóbbi alkalommal már a dokumentumok több mint 60%-át ki tudták adni. A program másik kiemelt ága a távoktatás fejlesztése. Egyik részük elindult talonképpen, ugye szeptemberben, ha megnézzük, hogy a projekt ugye azért 33 hónapos, ugye többfél éven keresztül fogjuk ezeket csinálni, de a tulajdonképpen a szoktatás színvonalának a fejlesztése itt egy nagyon fontos cél, tehát itt digitális tananyagokat is csinálunk, digitális tankönyveket, az e-learning ugye nagyon fontos, egy új, hát viszonylag inkább azt mondom, hogy új, mert tényleg nem új távoktatási formát honosítjuk itt Nyíregyházán, ez az MOOC vagy MOOC, tehát a masszív open online kurzusoknak a ilyen kurzpontot szeretnénk létrehozni. Az intézmény 23 e-learning kurzust indít majd. A fejlesztés eredményeként 4 felsőoktatási szakképzés, 22 alapképzési szak, 2 disziplináris és 16 tanári mester szakképzési programja újul meg, de a pályázathoz tartozik még 17 darab 30 órás továbbképzés is. Halálos baleset történt kedd délelőtt napkor belterületén, feltehetően figyelmetlenségből ütött el egy haszongépjármű egy nyugdíjas asszonyt a lakása közelében, aki a helyszínen szörnyet halt. A rendőrség vizsgálja a tragédia okát és körülményeit, egyelőre annyit lehet tudni, hogy a kiérkező mentős már nem tudta megmenteni a 76 éves helyi lakost. Internetes próbavásárlás során bukott le az engedély nélkül állatgyógyászati termékeket forgalmazó magánszemély, olvasható a Nébih honlapján. Az akció során a hatóság összesen mintegy 200 ezer forint értékű állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatban intézkedett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mert a termékek forgalmazásához szükséges engedélyekkel és végzettséggel az ügyfél nem rendelkezett. A próbavásárláson lebukott magánszemély többek között lovak, sertések és baromfik kezelés szolgáló készítményeket, de veszettség elleni vakcinát is árusított. Az érintett készítményeket forgalmazni kizárólag a területileg illetékes élelmiszerellenőrző hatóság által kiadott engedély birtokában és megfelelő végzettséggel kereskedelmi egységben lehet. A próbavásárlás során átadott tételek jelölése nem felelt meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. A termékek nem rendelkeztek magyar nyelvű címkével és magyar használati utasítással, eredetüket a forgalmazó nem tudta hitelt érdemlően igazolni. A szakemberek elrendelték a készítmény lefoglalását, illetve forgalomból történő kivonását és megsemmisítését. A lefoglalt tételek döntő többsége nem szerepelt a Magyarországon engedélyezett állatgyógyászati készítmények listáján. A hatóság kéri a lakosságot, hogy amennyiben illegális forgalmazást észlelnek, jelezzék a Nébih zöld számán vagy a hivatal e-mail címén. Hamarosan elkészül az új CNG autóbuszok töltőállomása. A Tiszavasvári úton épül az új sűrített gázzal működő buszok töltőállomása. Az új üzemanyag kútra azért van szükség, mert Nyíregyháza önkormányzata 41 darab CNG busz beszerzésére nyert 100%-os támogatást. A helyi közösségi közlekedés problémája az előregedett és környezetszennyező járműpark, ezért is pályázott a város az új buszokra. A beruházás még szeptemberben kezdődött, várhatóan 2018 év elejére készül el, de az új töltőállomás lesz egyben az új autóbusztelephely is. A projekt 7 milliárd forintos Európai Uniós támogatás segítségével valósul meg Nyíregyházán.
Idén utoljára lépett hazai közönség előtt pályára a Nyíregyháza Blue Sharks vasárnap a férfi kosárlabda NB1B-ben. Siska János együttese a tehetséges fiatalok csapatát fogadta, akiket ha nem is simán, de végül 82-68-ra vertek a cápák. Az első két negyed a tehetséges fiataloké volt a Continental Arénában. A budapestiek kellemetlen játékkal keserítették meg a cápák életét, és 4 pontos vendégvezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A nagy szünetet követően aztán előbb zárkózott a nyíregyházi együttes, majd szépen lassan a vezetést is megszerezte. Ebben nagy szerepe volt Stojanovicsnak, a szerb idegen légiós egymaga 30 pontot szórt a mérkőzésen. A végére aztán felülrölte ellenfelét a Blue Sharks, és 82-68-as győzelmet aratott Siska János legénysége. Tudtuk, hogy keményen, agresszívan fognak védekezni, lassú kosárlabdát játszanak, ölik a játékot. A másik félre megtaláltuk az árvászert, és ezért tudtunk nyerni. A vendégek vezetőedzője ismerősként érkezett a Szabolcsi megye székhelyre, hiszen korábban Nyíregyházán is dolgozott a tehetséges fiatalok mestere. Mehmedovics Merim szerint a 2 hét szünet nem tett jót csapatának. Egy kicsikét olyan, mikor is mi vezetünk, akkor olyan nehezen mozogtunk, nem volt ez, amit én akarok, ezért nem, én sem voltam olyan, hogy agresszíven kiabáltam neki, vagy vezetem, láttam, hogy ez nem fog segíteni, saját magától kiúzni magát ezt a dolog, ami láthatom este, nem volt igazi. Felidőnál mondtam nekik, hogy hiába vezető 46-42, valahogy nem vagyunk mi, ez a csapat, aki akar ma este nyerni, mi nálunk mindig jó rejesszünk volt, hogy mi mindig is akarunk nyerni. Nyíregyházán sokat jobban akart a győzelemet. A hazaiaknál Stojanovics mellett Szura Attila és Mokánszki Máté is 15 ponttal járult hozzá a cápák győzelméhez. Belül elsőnek izgalmasnak találtam a mérkőzés, jól indult mindkét csapat, hajtottunk, fejfelet haladtunk fél időbe, ugye vezettek is az ellenfelek, de hát harmadik negyedre fent az öltözőben megbeszéltük, hogy kapjuk össze magunkat, fussunk a lepattanó után, dobjuk be az icceleket, úgyhogy szerintem szervezett játékot tudtunk játszani az első és főleg a második fél időbe. A Nyíregyháza Blue Sharks hazai pályán veretlenül zárta az őszi idényt, és győzelmével megerősítette harmadik helyét az NB1B piros csoportjában. Idei utolsó fellépésén sem sikerült pontot szerezni a nyíregyházi tekéseknek. A szabolcsi alakulat ezúttal Ózdon lépett dobóállásba férfi szuperligában, és szenvedett 5-3-as vereséget. Egykori otthonába látogatott a hétvégén a nyíregyházi TK csapata. A Szabolcsi Egyesület ugyanis egykor egy éven át Ózdon vívta szuperligás mérkőzéseit. A korábbi hazai pálya azonban most nem állt fintáik mellett. Rögtön az elején Magyarósi Péter 2 fával alul maradt ellenfelével szemben, a másik párban pedig jelentős hátrányba kerültek. Most Stéhel Tamás közel 150 fával verte meg a Szlovenszki Attilát, és így egy 170 fás előnnyel és 2-0-ra vezetett a hazai csapat. Azonban a középső sorban mindenképpen a Kastura Zsolttal úgy léptünk dobóállásba, hogy feltétlenül meg kell szereznünk a csapatpontot mindkettőnknek, és akkor még a döntetlenre abszolút van reményünk a végjátékban. Sajnos a Zsoltnak az utolsó dobásába, a 9 bábúból csak 6-ot sikerült levennie, pedig egy jó sikerült dobása volt még az utolsó dobása is, és ezen múlott, hogy 2 fával maradt alul az ellenfelével szemben, és így nem sikerült neki a csapatpontot begyűjteni, még jó magamnak sikerült a csapatpontot is megszerezni, és egy némi csapatfát még tudtunk azért faragni a több mint 170 fás hátrányunkból. A zárósornak még matematikailag volt esélye, hogy ledolgozza a megmaradt 120 fás hátrányt, azonban mind Szegő Levente, mind pedig Haker Dezső hiába gyűjtötte be a csapatpontot, mégis 3353 fával szemben 3251-et szerzett csak a nyíregyházi csapat, és szenvedett 5-3-as vereséget. Tudtuk, hogy ez körülbelül ilyen forgatókönyv fog történni, és ezért is kellett nekünk nyugodtan játszani, illetve hát úgy nyugodtan, hogy tudtuk, hogy az első sorban nagyon meg fog lógni a hazai csapat, és akkor a többi szetteket kellett valahogy lekommunikálni egymás közt, hogy nem kell izgulni, csinálni kell mindenkinek, csak a sajátjára kell koncentrálni, és farkasként próbáltunk küzdeni. Végülis, ahogy megvoltak a párosítások, tehát abszolút mindegyik párosítás kiélezett volt, tehát bárhova billenhetett volna, hozzáteszem, még majdnem, hogy egy 7-1-es vereség is benne lehetett volna ezekbe a párharcokba, de rendre nyertük azokat a kis szetteket, amik szükségeltettek, azonban sajnos 2 párharcnál mégsem sikerült behúzni, és azt lehet mondani, hogy tényleg csalódottan, mert tényleg ott voltunk. A nyíregyházi TK veresége azt is jelenti, hogy a szabolcsi tekések pont nélkül zárták az évet, de a lehetőség még adott számukra a javításra, folytatás január 3. hetében.
Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 2,8 milliárd forint működési támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek, ezt Nyíregyházán jelentette be az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Fülöp Attila hozzátette, 5 év alatt 40%-kal nőtt a civil szféra állami össztámogatottsága. 2015-ben már 202 milliárd forintot osztottak ki az alapítványok és egyesületek között. Hazánkban jelenleg mintegy 62 ezer szervezet működik, közülük több mint 2000 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az Északalföldi régió közlekedésének, gazdaságának, turizmusának, oktatásának és kultúrájának fejlesztése szerepel abban az együttműködésben, amelyet Nyíregyháza és Debrecen tervez kötni egymással. A megállapodás célja, hogy növeljék a két város és a hozzájuk kapcsolódó térségek versenyképességét és népesség megtartó erejét, illetve a 2020 utáni új Európai Uniós támogatási rendszerben nagyobb eredményeket érjenek el közösen. Az együttműködést pénteken írhatják alá a település vezetői. Piacképesebb diploma és a lemorzsolódás csökkentése. Ezek a kiemelt céljai a Nyíregyházi Egyetem új projektjének. Erre az intézmény mintegy 380 millió forintos támogatást nyert. A felsőoktatás minőségének és hatékonyságának javításán közel 100 oktató dolgozik az egyetemen, illetve az idegen nyelv és a digitális oktatást helyezi előtérbe a 2020-ig tartó projekt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 12-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap a mainál kevésbé enyhe, eleinte esős időre számíthatunk. Egy hidegfront vonul át ugyanis hazánk fölött, melynek köszönhetően az eddigieknél ismét hűvösebb és nedvesebb légtömegek érkeznek fölénk. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan borult lesz az ég, eső, zápor egyaránt várható, éjszaka a magasabban fekvő helyeken havazhat is. A nyugati szél helyenként megélénkül, reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd délutántól csökken a felhőzet. Délelőtt még várható eső, majd délutánra megszűnik a csapadék. Az északi szél időnként megélénkül, és délutánra mindössze 4 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, és hidegfronti hatásra számíthatunk. A következő napokban általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, leghamarabb vasárnaptól számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra. Szombat délutánig több felé, illetve több alkalommal számítani kell újabb esőre, csütörtökön az északi középhegységben átmenetileg havazhat, aztán ott is eső várható majd. Összességében sok felé várható ismét kiadós csapadék. Szombatig még enyhe időnk lesz, aztán több fokkal visszaesik majd a hőmérséklet.